Következő vendégünk itt a stúdióban, Gerő Tamás, úgyhogy jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Egy jó fél órával ezelőtt említettük ezt a témát, hogy beszélgetni fogunk erről az esetről, és meg szerintem általánosságban véve is, hogy ha egy családot tragédia ér, amivel kapcsolatban születik jogerős ítélet kártérítés tekintetében, akkor hogy fordulhat az elő? Ugye pont az olasz tiszkai tragédiát említettük itt, hogy valaki 11 év után nem kapja meg azt a kártérítést, amit jogerősen megítél a bíróság. Jó reggelt kívánok! Úgy fordulhat elő, hogy egész egyszerűen nincsen végrehajtható vagyona az elkövetőknek. Ez sajnos nem gondolom, hogy egyedül, tehát gyakran előfordul. Van egyébként olyan lehetőség, amit az állam biztosít, de az nem kártérítés, hanem azt úgy hívják, hogy azonnali pénzügyi segély és állami kárenyhítés, ami az áldozat segítő szolgálathoz kell egy kérelmet benyújtani, de ez elég szigorú határidőkhöz kötött. Azt jelenti, hogy az elkövetéstől számított 5 napon belül kell kérelmezni, hogyha valaki pénzügyi segélyt igényel, illetve 3 hónapon belül kell igényelni ezt az úgynevezett állami kárenyhítést, hogyha személy elleni erőszakos bűncselekmény áldozata valaki, illetve a hozzátartozó. De hát amikor 2010-ben a bíróság megítélte ezt a 46 milliós kártérítést, mennyivel, akkor is pontosan tudta, hogy az elkövetőknek nincsen vagyona. Akkor? A bíróságnak azt nem kell mérlegelnie, hogy behajtható-e az adott vagyon, vagy sem. Nyilván ez jár a sértetteknek. Az egy megint egy más kérdés, hogy hogyan lehet végrehajtani. Most mondanék egy példát a hétköznapi életből. Szóval a jog egy kicsit olyan, mint a matematika. Tehát egy rendszeren belül kell gondolkozni. Aki a rendszeren kívül van, azzal a jog nem tud mit kezdeni. Tehát ez azt jelenti, ha valakinek nincs vagyona, nincs jövedelme, akkor gyakorlatilag nem lehet vele mit kezdeni a jognak. Tehát ez egy valamilyen szinten behatárolt terület. Van-e arra akár nemzetközi példa, hogy hasonló eseteknél, amikor akinek kellene fizetnie a kártérítést, nincs meg erre az anyagi fedezete, hogy abban az esetben akár eltekintve különböző helyzetektől, de mégis azt mondja egy állam, hogy az állami szerepvállalás itt akkor belép. Lehet, tehát létre lehet hozni ugye alapítványokat. Én úgy tudom egyébként, hogy az olasz liszkai ügyben az áldozatokat segítő ügyvéd, Helmeci kolléga létrehozott egy alapítványt, és ebbe az alapítványa bárki ugye eljuthatja a támogatását. Igen, de hát azért nem egy állami szervezet, hanem egy civil szervezet. Nem, de ugye, ahogy az állam dönthet arról, hogy adott esetben az iszap katasztrófánál, vagy akár egy busztragédiánál is segíti az áldozatokat. De azért ott is azt látjuk, hogy mi a minden ügyet egyedileg kell vizsgálni, azt azért hozzáteszem, ezt minden ügyvéd el szokta mondani. De az államnak lehetősége van, hogyha akár egy mondjuk a sport témában, és most nem akarok nagyon elmenni más témába, de ha úgy dönt, hogy valami számára prioritás, és segíteni szeretné egy adott ágazatot, mert nyilván meg lehet találni arra a forrást. De azért az állam a jogi rendszerben nem feltétlenül egy olyan szereplő, ami mindenképpen tőle kell várni a megoldást. Tehát sok esetben ugye egyfajta mellérendelt viszonyban van, egy kártérítési ügyben, amikor magánszemélyek között van jogviszony, akkor az állam természetesen segít a végrehajtás útján, ugye a végrehajtók, amennyiben van vagyona vagy jövedelme az illetőnek, az elkövetőnek vagy az adósnak, akkor behajtják, de adott esetben az állam, én szerintem a bűncselekmény sértetjeit jobban segíthetné. Tehát ebben én is látok problémát. Saját ügyemben is előfordult, hogy az ügyfelem már több mint 15 éve hiába kergeti a pénzét, pedig bűncselekmény sértetje. Most már a 7 milliós kár több mint 20 millióra emelkedett, és egy fillért nem látott belőle. Hát, és ugye ez annyira nem egyedi eset, ön is mondta, hogy van ilyen esete, Szögi Lajos esete, hogy Marian Kozma halála akkor is, ugye a
kézilabdázóként meggyilkoltak, az édesapjának 200 milliós kártérítést ítéltek meg, és ugyanúgy nem lehet belőle semmit. Ilyenkor az államnak magának kellene kezdeményeznie? Vagy az ügyvédek kezdeményezik? Vagy hogy működne ez a folyamat ideális esetben? Ilyen esetben én azt gondolom, hogy a Veszprémi Klubnak lehetősége lenne megsegíteni az áldozatnak az édesapját. Tehát ilyenkor azt gondolom, hogy mégiscsak, mint a Veszprémi Klub, ugye szobrot is állítottak szerintem a Marian Kozmáról, hát akkor gondoskodni kellene talán az édesapjáról is, de most nem akarok a Veszprémi Klub előjáróit. Na jó, de és mondjuk Szögi Lajos esetében, mert ott nincs egy ilyen... Hát ott meg ugye van ez az alapítvány, és adott esetben dönthet úgy valamelyik minisztérium is, hogy ebbe az alapítványba a támogatást tesz bele. Tehát... Mindenhol így van egyébként szerte a világon? Tehát ennyire egyszerűen képet, ha valaki nem tud fizetni, akkor nincs kártérítés. Mindenhol így van. Alapvetően ez az áldozatsegítő szolgálat, amiről beszéltem a műsor elején, ez egyfajta uniós kötelezettség volt. Tehát 2005 óta létezik ez a szolgáltatás. Igazságügyi hivatalnak hívják, ami egyébként a Veselény utcában van, tehát személyesen is felkereshető. Tehát ha valaki rászorul, és azonnali segélyre vagy kárenyhítésre van szüksége, akkor megkapja a rászoruló a szükséges ellátást. Igen, egy azonnali segély... Ez egész más. Igen, tehát a kártérítést azt viszont sajnos tényleg csak attól lehet behajtani, aki mondjuk adott esetben börtönben van, hát nyilván ez egy lehetetlen dolog. Meg ugye vannak mentes jövedelmek, meg mentes vagyonok is a végrehajtásról, ilyenek mondjuk az öregségi nyugdíj minimuma, vagy a használati tárgyak, a személyes használati tárgyak, nyilván ezeknek az elkövetőknek semmiük nincs. Önmagában ugye néha nagyon kellemetlen egyébként ilyen témákról beszélni, vagy ilyen esetekről beszélni, elmondom, hogy miért, mert ahogy befejezzük ezt a beszélgetést, majd jönnek a kommentek különböző közösségi oldalakon, hogy jó, de egyébként a kártérítés miben segítene a családokon, ugye? Meg hogy itt arról beszélnek nagyon-nagyon sokan, sajnálatos módon hozzáteszem, hogy jó, 3 millió forint, 200 millió forint, 50 millió forint, most mit segít azon, aki elvesztette mondjuk a hozzátartozó. De a képlet az nem ennyire egyszerű, hát nagyon nem. Mert amikor ugye Szögi beszélünk... Szögi Lajosnál ott maradt két gyerek így árán. Van, az... És ugye azt is mindig, főleg ugye a jogászok szokták megkülönböztetni, meg jól elmagyarázni a nézőknek, hogy ugye a kártérítésnek is ugye két fontos területe van, a vagyoni, meg a nem vagyoni kártérítés. Igen, most már a sérelemdíjnak hívjuk, tehát van egy úgynevezett fájdalomdíj, ami nyilván arra szolgál, hogy nem lehet reparálni a fájdalmat, de valamilyen szinten mégiscsak új életet kezdhet az, aki kap egy komolyabb segítséget. Ilyen kártérítések esetében a fájdalomdíj az jóval meghaladja. Nyilván egy 200 milliós kártérítésnél a fájdalomdíj az az összeg, ami komolyabb, illetve van egy elmaradt vagyoni rész is, ami ugye abból adódik, hogy mind a Marian Kozma, mind ugye a tanár úr, hát lett volna egy jövedelme, amit éveken keresztül tudta volna támogatni a családját, ugye ez az, ami elmaradt, és ezt az elmaradt vagyont is megítéli számára, illetve az áldozat hozzátartozójának a bíróság, amit aztán nem tud behajtani. Tehát ez tényleg dühítő, és én a nézők szeméből is látom, hogy illetve én is hallom ezt, vagy a reakciókat olvasom az interneten, de egész egyszerűen a jog ilyen szempontból egy behatárolt terület. Tehát mindent nem tud megoldani. Jogon kívüli eszközök, például az olyan támogatás, hogyha létrehozunk egy alapot vagy alapítványt, amiből segítjük az áldozatokat, illetve az áldozatok hozzátartozóit. Amiről a beszélgetésünk elején beszélt, ez az áldozat segítő, vagy szolgálat. Na, azt azért mondjuk el, hogy oda kifordulhat, és tehát oda bárki fordulhat, aki rászoruló, és ott elég strikt határidők vannak, és 5 napon belül lehet kérelmezni az azonnali pénzügyi segélyt, ilyen élelmezés, ruházat, gyógyszer, vagy kegyeleti dolgok. És van az állami kárenyhítés,
amikor valakinek az egyfőre jutó jövedelme a 200.000 forintot nem haladja meg, akkor lehet kérni ilyen személy elleni erőszakos bűncselekmény áldozatainak. Egy ilyen rendeletben meg van határozva, és van kérelem formanyomtatvány, amit segítenek a hivatal dolgozói kitölteni, úgyhogy a lelki tanácsadás és egyéb segítségek azoknak a lehetősége fennáll, de hát nyilvánvalóan teljesen nem lehet helyrehozni akár. Hát ez a baj, túlságosan megnyugtató választ nem tudott adni, nem az ön hibája ez. Nem, hát... Nyilván az lenne ilyenkor a legfontosabb, hogy mindenki némileg elégedett legyen. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy itt volt nálam. Nagyon szívesen.